Próbálj. Oké, rúgta? Igen. Na is. Tolatva? Srácok, tök jó volt ez a bemutató, amit láttunk. Mennyi felkészülés van mögötte? Hány éve kezdtetek el mondjuk foglalkozni ebben a sportággal? Durván két éve. Együtt kezdtük pont. Igen. És milyen indítatásból? Honnan hallottatok erről a sportról? Mert azért Magyarországon, ha jól tudom, még nem annyira köztudott, nem annyira népszerű sport. Hol hallottatok róla? Ki mesélte, vagy esetleg az interneten láttatok ilyesmit? Hát én ez középiskolában kezdődött, mikor elkezdtem a 9. osztályt, és megismertem két jó embert, és jóba lettünk, és egyszer lehívtak, hogy próbáljam ki ezt a sportot, és akkor megszállott lettem, és akkor onnan kezdve végig, majdnem minden nap itt vagyok. Ha meg itthon, itt nem, akkor meg otthon. Én is ugyanúgy az interneten találkoztam elsőnek vele, majd én amúgy debreceni vagyok, és ide jöttem, és akkor ugyanúgy edzőterembe jártam, stb. Majd láttam, hogy itt van valami extrém pálya, nem mondom, kinézek. És akkor láttam, hogy itt van egy ilyen street workout pálya, hát akkor megpróbálkozunk az edzéssel. Akkor jött ki a Józsi, és akkor találkoztunk, és ő is azt mondta, hogy most kezdte, hát mondom, akkor kezdjük együtt. És akkor azóta is együtt vagyunk, és együtt toljuk. Ez tök jó, ez egy tetszetős barátság kezdete, ezek szerint a sport összehozott titeket. Viszont hogy keveredtél te Debrecenből Ajkára, mert azért az ország másik feléről van szó. Munkahely miatt. Hát valójában ennyi, igen, munkahely miatt. Tehát akkor itt kaptál lehetőséget Ajkán, és ezért kerültél a városba. Oké, hát akkor folytassuk a sporttal. Mondtátok, hogy kicsit megszállottak vagytok, szinte minden nap itt vagytok gyakorolni. Hány órát vagytok itt naponta, illetve hetente? Hát az változott attól függ, hogy milyen idő van, mert télen egy órát kb., de hogyha nyár van, akkor ilyen 5-6 órát néha kint szoktuk lenni. De az, na ez egy nagyon durva edzés. Igen, hát akkor kb. Hazamegyünk, az ágy, puf. Nem kell altatót olvasni. Akkor ez naponta 4-5 óra, vagy 5-6 órát jelent, ahogy említettétek. Azért az egy komoly dolog. Ez az egészségtudatos életmódra hívja fel a figyelmet, hiszen aki sportol, az mellette valószínűleg nem cigizik, nem iszik, nem drogozik. Ti mit gondoltok erről a témáról? Hát én erről azt gondolom, hogy a mai fiatalok ebből élnek, de hát nem tudom, a mai fiatalok nagyon nem akarnak az ilyen sportnak nekiállni, mert nekem is osztálytársam már körülbelül 2 éve fűzögettem, hogy olyan egyszer próbálja ki, de nem. Így a bulival, meg egy cigivel így jobban el van. Az olyan meg se próbálják. Ha viszont megpróbálják, akkor rá egy hónapra fel is adják, mert túl nehéz. Viszont ti már 2 éve a pályán vagytok, és akkor ezek szerint nektek a pozitív szemlélet a legfontosabb, hiszen ti a sporttal akartok valamit elérni a későbbiekben. Mik a terveitek? Hát én el szeretném végezni ezt a középiskolát, utána egy emelt szintű tesi érettségit, utána tesi tanár szeretnék lenni. Hát a sporttal kapcsolatosan meg versenyekre szeretnék kijutni. Meg van egy jó trükk, amit meg szeretnénk tanulni, de az még egy 2 év biztos, hogy kelleni fog. Elmondod, hogy mi ez, vagy hogy kell elképzelni? Hát, így magyar szavak úgy tudnám leírni, hogy fekvőtámasz, de úgy, hogy a lábak azok a levegőben vannak. Hát ez elég varázslatosan hangzik, elképzelni is egy kicsit nehéz, de hát majd egyszer megmutatod nekünk akkor 2 év múlva ezt az új produkciót, hogy mi hogyan. Azért jöttünk ma ki ide a civil házhoz hozzátok, mivel egyrészt csináljátok ezt a sportágat, másrészt lefestettétek ezeket a korlátokat. Ki finanszírozta ezt a projektet? Hát a civil háztól
hosszú rábeszélés után kaptunk festéket, mert EU-s szabvány színnek kellett lennie, mert hogyha nem EU-s lett volna, akkor már régen lefestettük volna, de kellett ugye a festék. Hát a festéket tőlük kaptuk, de a többi, az ecset, a smirlpapír, a higító, az mind az saját pénzből ment. És külön köszönet a fatárodnak, mert ő intézte el. Mert a édesapám itt modellező klubban van, már 30 éve modellezik, és naponta kiszokott járni, és olyan haza szoktam járni, és mindig látja a tenyeremet, hogy bőrkeinkérés, és akkor ő is elhatározta, hogy ezt le kell festeni mindenképpen. És kijött, és akkor így elkezdtük csiszolni meg minden, és akkor ahogy a civilház így kijött egy úriember, és megkérdezte, hogy mit csinálunk, és akkor azt mondta, hogy szerez festéket, de ne fessük le, nem is tudom, fehérre? Azt hiszem az fehér, volt. Igen. Igen, fehérre. És akkor így kezdődött az egész. Körülbelül mennyi időt vett igénybe, amíg helyre raktátok ezeket a korlátokat? Hát úgy az egész, a csiszolással, meg úgy minden együtt, hát egy hónap biztos. Mire megkaptuk a festéket, stb. Körülbelül. És rá egy napra, ha jól tudjuk, akkor voltak olyan vandálok, akik ezt tönkretették nektek. Mit szóltatok hozzá? Hát hirtelen elkeseredtünk, hát azért, hát mint a beleöltük a kis energiát, hát nem igen. Olyan sokat, csak hát, meg hát itt edzünk minden igen. Nap. És jó barátom még le is égett aznap. Hát igen. Másnap minden kicsit bajom meg is. Tehát fontosnak tartjátok, hogy tényleg kulturált körülmények között sportolhassatok, és más ezt meg nem vette figyelembe, mert tönkretette nektek ezeket az eszközöket. De még az volt a vicces benne, hogy ki is volt táblázva, hogy frissen festve. És több tábla is volt, azt hiszem 6. Az kb. Igen. 6 darab tábla ki volt írva, hogy frissen festve. De így is valaki volt a jó szívű és széjjel barmulta. Akkor gondolom a későbbiekben nem biztos, hogy ilyen akciókra adjátok a fejeteket, hogy bármit is önerőből, saját időre felújítsatok, foglalkozzatok ilyennel. Sajnos fölösleges, hát mert így most hiába próbálunk is bármit, akkor is valami lesz vele. És ki használja még rajtatok kívül ezeket az eszközöket? Hányan vagytok körülbelül, akik ide kijárnak? Vagyunk elég sokan. Hát elég sokan vagyunk. Így nekem is egy általánosokból egy-két osztálytársamot rá tudtam venni, ők is már elég ügyesek ahhoz képest, hogy elindultak. Hát egy a 20-an biztosunk szerintem. Vagyunk. Vagyunk szerintem 20-an, hát meg úgy a civil emberek is néha ki szoktak jönni. Akkor nem csak a fiatalok, hanem gondolom egy kicsit idősebb generáció is szívesen kilátogat ide, hogyha szeretné az idejét, szabad idejét eltölteni. Mit akartok még elérni a sporttal? Mondtad, hogy te szeretnél versenyekre menni, gondolom akkor ezt nemzetközi szinten űzni. Van esetleg valami elképzelés, vagy világverseny, ahova ki lehet jutni ebbe a sportágba? Hát, még annyira nincs, mert még hogy egy olyan verseny kijutni, oda még azért kis felkészülés kell, de így nézek utána, de még Pesten néztem, hogy ott lesz valamikor nyáron elvileg verseny, oda majd lehet, hogy kinézek, de lehet, hogy csak egy civil ember, hogy új dolgokat tanulni, vagy elnézni más emberektől. Hát aztán az idő kérdése. Egy nagy kérésünk lenne, hogyha az úgy meg lehetne oldani, mert nem lenne rossz, mert sok embertől vissza szoktuk kapni, hogy nincsen itt a környéken vízcsap. Hogy leszoktunk jönni, és akkor ilyen több órát ugye ittként szoktunk lenni, és akkor egy ilyen vízvezeték jó lenne, hogy elfogy a víz, vagy ilyesmi, és akkor az jó lenne. Tehát ivóvízre gondoltak, amivel mondjuk az üvegeket utána lehet tölteni, és akkor vagy egy kicsit esetleg megmosakodni, hogyha annyira leizzadtatok gondolom, akkor ezért ez jól jönne. Esetleg fejleszteni ezt a sportot. Igen, még az sem lenne rossz. Még nagyobb, még több. Az mit jelent? További elemekre lenne szükség, vagy más jellegű elemekre lenne szükség, vagy mit akar ez a bővíteni? Esetleg további elemeket. Vagy így a talajt kéne kicsit rendbe rakni, mert ott a tolóckodónál is van egy ilyen, hát nem tudom, hogy ilyen 10 centi átmérőjű kő, hát mondjuk ott egy ügyetlenebb ember lejön, leesik, összetűri magát, és akkor mi leszünk rá ezért felelősek, hogy miért így csináltuk meg. Tehát mondjuk lehet, hogy jó lenne nektek is egy ilyen gumisabb réteg, ugyanúgy, mint ahogy az EU játszótereken, ha jól tudom, ez már szabvány, nektek is valami ilyesmi kellene, úgymond az elemek alá. Lenne, igen. Meg az úgy kicsit tompint, hogyha netán valahogy leesünk, vagy ilyesmi, és akkor úgy nem a földre esünk, hanem az a gumikocka szőnyeg az úgy jobban visszafogja. Igen. Okay. Szoktatok máshol is gyakorolni, vagy csak ajkán űzitek ezt a sportágat?
Hát én fenn voltam ismerősünknél Győrbe, ott elmentem, így kérdeztem tőle, hogy nincs-e ilyen Wehrkraft pálya, és akkor több helyet is mutatott, egy nagyon modern volt. Ott az igazi Wehrkraft pálya volt, ott gumikocka, sok szer, akkor kötél, gyűrű, ott minden volt, és az úgy jó hely volt, ott jót is edzettünk. Uh-huh. Én általában, amikor hazamegyek Debrecenbe, pár sráccal beszélünk, és akkor megmutatjuk, hogy ki mit tud. És hát ennyi. Tehát akkor általában itt vagytok a városban az esetek többségében. Aha. Hát akkor ezért még inkább szükség lenne a fejlesztésre, hogy ezt a tudást még tovább tudjátok vinni a későbbiekbe is. A játszótereken bemutatókat szoktunk tartani esetleg. Hát ez a sport, ez valójában az Amerikából származik. És hát ezt az utcán végezték mindig ezt az edzést. Igen, mert az ilyen, akiknek nem volt így pénzük konyteremre, meg ilyesmi, azok így fogták őket, és akkor kimentek a játszótér, és akkor ott elkezdtek húzóckodni, meg minden. És akkor onnan jött ki, mert eredetileg ghetto workout volt, de így ugyan így fejlődött, így átkeresztelték street workoutra. És most már ez talán a menő kategóriába ért, ugye a ghettóból eljutottunk addig, hogy népszerű ilyen dolgot csinálni, talán ez így látszik is, gondolom a csajok oda vannak értetek, főleg ha félmeztelenül valami hasonlót bemutattok nekik így a placon, tehát azért ez figyelemfelhívó. Igen, így van. Jó, néhányan meg szoktak úgy nézni, hogy azért mégis mit csinálunk, de így észre szoktam venni, hogy így eljönnek emberek, és akkor csak ide néznek, és akkor mennek is tovább. Szóval ugye nem is érdeklik annyira ezt a sportot. Szóval inkább az a számítógép, cigi, meg a pia. Meg persze a korniterem, ami szerintem tök felesleges. Mert ugye a korniterem volt ugye abból áll, hogy nem mindenki, de ugye sokan kokszolnak, és úgy könnyű elérni bármit is. De itt az ember úgy megtanulja, hogy mi az a fájdalom, meg hogy mi az a kitartás. Szerintetek mivel lehetne a fiatalokat arra motiválni, hogy a sportot válasszák a különböző élvezeti cikkek helyett? Ez egy jó kérdés. Hát ez egy nagyon jó kérdés. Hát mert a mai fiatalok, hát nem is tudom. Hát sajnos azt úgy kell, hogy ki kell próbálni, meg kell próbálni. A minimum egy ilyen 3 hónap poskúra, és hát itt akaraterő. Itt csak az akaraterő. Hát én is így voltam, nagyon sok sportot kipróbáltam, mert anno az extreme bringát is kipróbáltam, lövészetre is jártam, judoztam is, akkor úszni is jártam, aztán most ezt a sportot megtaláltam, és akkor itt megálltam nagyon. Szóval ezt így szeretném még egy jó pár évig csinálni. Hát végül semmi akadálya nincs, akár 60 évesen is lehetsz ilyen sztár. Sőt, van egy 80 éves öregember is, aki csinálja. Igen. Megváltoztat. Ja, hát ő külföldi, de nagyon jól csinálja. Illetve az éles stílusa is. Persze, hát itt teljesen megváltoztat. Hogyha ezt a sportot valaki el akarja kezdeni itt, akkor itt nagyon nagy életstílus váltás kell. Úgy nagyon sok mindenre le kell mondani, így a cigi, így a pia. Meg ugye azért kicsit nagyjából figyelni kell az étkezésre is. Változásra így van. Mit viszel be, hogyan viszed be, mikor. Persze. Meg mikor edzel. Tehát megvan akkor az, hogy mondjuk 3 óránként kajálni kell, fehérjét kell lenni, stb. Tehát hallottam már ilyen sztorikat, akik tényleg gyúrnak, hogy ott megvan, hogy most csak csirke mellett, csak túrót, csak ezt, csak azt lehet enni, hogy ti is ennyire komolyan figyeltek arra, hogy mondjuk melyik nap mit esztek, és hogy mennyit? Hát még éppen még nem alakult ki teljesen, de próbálkozunk. Vagyis én legalábbis próbálkozok megváltoztatni, de nehézkes. A kenyeret kell elhagyni, meg stb. De magyar ember kenyér nélkül nem tud élni. Szóval úgy nehéz benne. De én megmondom őszintén, úgy szoktam csak a evésre hozzáfigyelni, hogy mindig meg szoktam nézni a hűtővel mi van, és akkor úgy kiválasztom, hogy most ezt teszem, és akkor hogy akkor azt megeszem, jól lakok, és akkor mindenképp egy gyümölcsöt utána megeszek, de meg vizet iszok. Az a lényeg, hogy csak vizet lehet inni. Meg néha tejet van, ugye abban sok a fehérje. Szóval úgy annyira úgy nem szoktam nagyon ráfigyelni, mert ugyanúgy megeszem például a pörköltet, vagy a babgulyást, de meg a csirke mellett is, de úgy annyira nem szoktam ráfigyelni, meg így a kenyeret én nem tudnám elhagyni. Úgy magyar ember nem él anélkül. Hát ezt a sporttal kapcsolatosan. Én is az edzőterembe kezdtem. Ez rájöttél, hogy túl drága, mi? Nem éppen azért, hanem
Nem, arra jött rá, hogy eredetileg gyenge. Ja. Mert hát, ugye, hogy ugye kijött először, legelőször edzeni, amikor találkoztunk, ugye? És akkor megbeszéltük egyszer, hogy kijövünk edzeni. És akkor ugye akkor hagyta már majdnem a kondit, ugye egy kicsit csinálta úgy már ezt a street workoutot, de hogy így beszélgettük így a húzódkorásról, és akkor ő is észrevette, hogy akkor azért mégis más, mint hogyha csak súllyal edzünk. Mert itt, ugye itt minden pici izomcsoportot is megmozgatunk, mert a koniteremből csak a nagyokat fogjuk mozgatni. Nem, célzottan megvan, hogy mit edzel pont, akkor itt meg szinte mindent. Igen. Azonnal. Szóval például itt egy húzódkurás, az szinte az egész felső testre megy. Egy koniteremben meg két súlyt teszünk a kezem, és csak fel-le emelgetjük, akkor az meg csak bicepsre fog menni. Én is mikor ideértem a konditeremből, na mondom, próbáljunk meg húzóckodni. Aha, kettő. Csak nézzek. Hát mondom, ezért edzettem, mondom, nem is tudom hány évig, mondom, a konditeremben. Na mondom, ez szép. Akkor kézenállás. Nem bírom megtartani magam. Hát mondom, ezt nem hiszem el. És akkor ugye elkezdtünk edzeni, motiváltuk egymást közben. És akkor utána egyre több, már 10, 15, és akkor így fel-fel-fel-fele fejlődtünk. Igen. És most mi a vége? Mennyi a vége, amit meg tudtok csinálni maximálisan? Kb. Ha pihentek vagyunk, szerintem, ha nagyon motiváljuk egymást, akkor szerintem 20 az biztos. Annyi biztos, hogy megy. De ez mondjuk naptól is függ, hogy ki vagyunk pihenve, vagy nem. Mondjuk például most bejött ez a nagyon meleg, én mondjuk mostanában kevesebbet alszok, nem tudom miért, lehet a melegtől. De érzem magam, hogy nem vagyok ott a 100%-os. De hogyha ilyen kipihent vagyok így, hát nem akarok hülyeséget mondani, de szerintem egy ilyen 30 biztos, hogy kimegy. De fekvőtámaszból, amikor elkezdtem, volt egy olyan év, hogy fekvőtámaszból egyszer megcsináltam 100 fekvőtámaszt. Hát egy napig nem tudtam semmit megfogni, mert minden fájt. De jó érzés volt, hogy én is azért egy kerek szám 100 darab. Saját magadnak bizonyítottál, hogy 100 fekvőtámaszra már biztosan képes vagy, ami azért jó. Hogy is van az, hogy másoknak a másnaposság, nekünk meg az izomláz. Igen. Ami kell. Meg ami nem jön, meg az megerősít. Így van. Meg az adrenalin. Az adrenalin, így van. Ami a legjobb. Igen. Nekünk az a drog, az adrenalin. Igen. Tök jó. Hát meg ez az edzés, ez nekünk itt jött a drog. Másoknak a cigi, nekünk ez. Hogyha én nem tudok kéne egy napot edzeni, vagy valami, nem tudom, valami dolgom van, és nem tudok edzeni, hát akkor én kijövök 11:30-kor is edzeni este, de muszáj, mert nem érzem jól magam, nem tudom a helyemet, meg ilyesmi, és akkor muszáj lejönni. Meg a fél órát kell rászánnunk, akkor azt a fél órát is rászánjuk. Persze. Csináljuk. Mozgás nélkül nem maradunk.